Magyarországon ebben az évben 3386 hektárra kötöttek termelési szerződést a felvásárló társaságok a gazdálkodókkal, ami 20 hektárral haladja meg az előző évi termésértéket. 2300-2400 hektáron a Virginia, a többin pedig a burley dohányfajtát termesztik. A betakarítást egyes termelők már múlt héten elkezdték, a dohánylevelek törését a gazdák nagyobb része ezen a héten kezdte vagy kezdi el. Ez az év a vegetációban, a kiültetést követően időjárás szempontjából rendkívül kedvezett a dohánynak, hisz a dohánynak a víz és a nap az éltető eleme. Mind a kettőből volt rendesen részünk, és még azt is hozzá lehet tenni, hogy elsősorban a csapadék úgy megfelelő elosztásban volt jelen. Olyan jelentős kár, mint az elmúlt évben volt a jégverés, ahol mikrokörzetekben teljes egészében letarolta a dohányt, nem volt. Kisebb viharkárok, kisebb jégverések voltak, de ezek messze alulmúlják az elmúlt évit. Így minden okunk és reményünk megvan arra, hogy a 2017-es esztendei dohánytermés az kiemelkedő lesz a korábbi évek terméseiből, és a szerződésben lekötött 1,8 tonna per hektáros átlagtermés, ez valóságban felül lesz múlva a termelők részéről. Az Ófehértói Fehértó Szövetkezet már elkezdte a betakarítást a közel 100 hektár nagyságú dohányültetvényein. A betakarítás kezdete után két héttel indul a leszedett dohánylevelek kézi válogatása, ami szintén jelentős munkaerőt igényel majd. A szövetkezet vezetője szerint jónak mutatkozik a termés, annak ellenére, hogy mintegy 10%-át júliusban elverte a jég. Most indult igazán a dohánynak a nagy kézi munkaerő igénye, ma kezdtük el a betakarítást, és közben egy másik nagy kézi munkaerő igényes feladatot is végzünk, ez pedig a tetejezés kacsolás. Az egy másik táblába végzik a kollégák, ilyenkor van a legnagyobb élő munkaerő igénye a dohánynak, amikor ezt kell végezni. Nem olyan sokára, a betakarítás kezdete után egy 10-2 héttel, meg még indul a leszállított dohánynak a kézi válogatása vagy manipulációja, hát az még egy plusz munkaerőt fog igényelni. A felvásárlást a Virginia esetében a szolnoki Doffer dohányfermentáló ZRT augusztusban, míg a nyíregyházi központú Universal Leaf Tobacco Magyarország ZRT szeptember 10-től kezdi el az átvételt a termelőktől. A felvásárlási ár 2016-hoz képest nem változott. A Doffer a tavalyi jégverés miatti gyengébb minőség okán alacsonyabb átvételi árral dolgozott, de az idei évre meghirdetett áremelés után már csak minimális különbségek lehet a felvásárlási árakban.